Múlt héten megnyílt az időpont foglaló a koronavírus elleni harmadik oltásra is. Aki nem tud interneten regisztrálni, a házi orvosánál is kérheti a vakcina beadását. Hogy kiknek és mikor javasolják a szakemberek a harmadik oltást, arra is keressük a választ a mai 35 percben. Jó estét kívánok, érkeznek további témáink. Város lesz nyírbogát, új lehetőségek nyílnak meg a település előtt. 20 milliárdos beruházás, ipari és technológiai parkot alakítanak ki fényes Litkén. Harmadik oltás, Európában elsőként nálunk lehet regisztrálni az újabb vakcinára. A Pest megyei Kiskullacháza mellett a megyénkbeli nyírbogátnak adományozott városi címet Áder János köztársasági elnök. A jelenleg még a nagy község kategóriába tartozó településen a közelmúltban megszépültek az oktatási intézmények, új helyi termelői piacot építettek, és a kerékpárút hálózatot is bővítették. Ezekkel is foglalkozunk hamarosan. Mindenek előtt a városi címről, és köszöntöm Nyírbogát polgármesterét, dr. Simonné dr. Rizsák Ildikót. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én is köszöntöm a televízió nézőjét. Nagy lépés azért egy település életébe az, hogyha városén nyilvánítják, és ezért elég régóta nem is történt ilyen az országban, közel 10 éve volt utoljára. Mennyire volt ez nagy álom a településnek, és mi volt szükséges ahhoz? Mi szükséges ahhoz, hogy egy településből város lehessen? Igen, azt gondolom nem csak Nyírbogát nagyközség önkormányzatának, hanem az itt élő lakosságnak is. Megmerem kockáztatni, hogy több évtizedes álma volt, hogy Nyírbogát várossá váljon. Ahhoz, hogy egy település városi rangot kaphasson, annak természetesen van egy infrastruktúrális követelménye, és van egy közösségi életterén megmutatkozott összetartó közösség, ami formálja a település életét. Mi elmondhatjuk Nyírbogáton, hogy az elmúlt évtizedekben megpróbáltuk megteremteni azokat az infrastruktúrális feltételeket, ami szükséges, hogy az itt élő lakosságnak az életminősége az javuljon, és el tudjuk mondani, hogy mindazokat a szolgáltatásokat ott helyben megkapja a lakosság, amit egy városi lakos is megkaphat. Számunkra egy mérföldkő a település életében, hogy szeptember 1-től Nyírbogát város lehessen. Mi arra törekszünk, hogy egy Nyírbogát egy elhető kisvárossá válhasson. Mi azt gondoljuk, hogy a település életében új fejezet is kezdődhet, hiszen megnyílnak azok a pályázati lehetőségek is, ami eddig csak a városok számára voltak nyitva. Milyen pályázatokról beszélünk? Mik azok a területek, amikre tud pályázni Nyírbogát ezt követően? Vannak olyan toppos projektek, amik csak a városi települések számára volt nyitva. Gondolok itt a zöld város lehetőségéről, ami a városkép kialakulásának a elősegítését célozta meg, vagy barna mezős beruházások, de eddig ez számunkra nem volt nyitott. Térségi szinten azért már eddig is szerintem mondhatjuk, hogy jelentős volt a szerepe Nyírbogátnak. Ezt a térségi szerepet erősítheti, gondolom tovább ez a városi cím. Igen, bízunk benne, hogy ezzel a térségi szerepvállalásunk nőhet. Én azt gondolom, hogy Nyírbogáton mi eddig is törekedtünk arra, hogy Nyírbogát ne csak helyben, hanem a térségben is kapjon szerepet. Hiszen Nyírbogáton el tudjuk mondani magunkról, hogy itt működik ugye a kistérségnek a telephelye, ami egy térségi központtá alakította Nyírbogátot. Itt a Kelet-Nyírségi Kistérségi Társaságnak vagyunk a központja. Ugyanakkor Nyírbogát közös önkormányzati hivatalt működtet. Ugye közös hivatalt működtetünk Kisléta Nyírdás településsel, és itt szeretném kiemelni, hogy Nyírbogáton kapott helyet a Kistérségi Líder Egyesület, ami a térségben egy jelentős pályázati lehetőséget biztosít az itt élő emberek számára. Itt szeretném egyben felhívni a figyelmet és megragadni az alkalmat, hogy most is nyitott a pályázati lehetőség, amivel olyan lehetőséget kínálunk az itt élőknek, akik nem tudnak máshova pályázni, azok esetleg itt, igaz kis léptékű
a pályázati lehetőségünk, de azt gondolom, hogy egy őstermelő, egy kis vállalkozás számára a 10-15 millió forintos támogatási lehetőség is jelentős. Fejlesztésekből tehát eddig sem volt hiány a településen, mint azt már polgármester asszony is említette. Vegyük is sorba akkor őket. Kezdjük talán az energetikai korszerűsítésekkel. Ezek azok, amiket azért a helyiek látnak a mindennapokban megszépülő épületek formájában. Mik voltak azok a intézmények, épületek, amik most a közelmúltban újultak, szépültek meg? Hát önkormányzatunknak kiemelt feladata volt az, hogy az önkormányzat tulajdonában álló épületeink felújításra kerüljenek, illetve bővítésre szükségszerűen. Ugye az első ilyen nagy jelentős felújításunk, ami szintén régi álom volt a településen, az a Vántos István Általános Iskolának a felújítása és bővítése. Az iskola felújításunkat a tavalyi évben kormányzati segítséggel tudtuk megvalósítani. Az iskola minden szinten felújult, tehát külső felújítása, belső felújítása és a bővítése is megtörtént. Emellett az óvoda épülete is megújult energetikai korszerűsítésében. A fűtési rendszert a tavalyi évben tudtuk korszerűsíteni a Magyar Falu program keretén belül. Nyírbogáton két új intézmény is helyet kapott az oktatás-nevelési intézményeink között. Ugye régi hiány volt a bölcsődei férőhelyeknek a hiánya, hiszen nem volt Nyírbogáton bölcsőde. A területi operatív program keretében új bölcsőde, két csoportos bölcsődét tudtunk építeni. Másrészt ugyancsak pályázat segítségével kialakítottuk a biztos kezdetházat, és ezáltal egy helyen kapott helyet a mondhatnám nullától 6 éves korosztály. Ugye egy helyen van a bölcsőde, a biztos kezdetház és az óvoda. Ezzel is jelentősen hozzájárultunk a foglalkoztatottság növeléséhez, hiszen a bölcsődével segítettük azoknak a szülőknek a gyermek elhelyezését, akik vissza akartak menni a munkavilágába. Emellett szociális otthonunk, a bent lakásos idősek otthonában zajlik most a felújítás, ami egy kormánydöntés következtében valósulhat meg Nyírbogáton. Az idősek otthonának a belső felújítása zajlik jelenleg, és egyben bővítjük is az idős otthonunkat. Ugyancsak a szociális szolgáltatásainkat tudtuk megújítani azáltal, hogy a szociális alapszolgálat kapott egy új helyet, amibe átkerül az összes szociális alapszolgálat, a gyermekvédelem, a családvédelem, a házi segítségnyújtás, a szociális étkezés és a nappali ellátás is. Mi azt gondoljuk, hogy arra törekszünk, hogy az intézményeink azok olyan szinten tudják a lakosságot szolgálni, ahol egyrészt biztonságba tudhatják a szülők a gyermekeiket, másrészt a lakosság szolgálatában állunk, ugye az önkormányzat hivatalában is, és az idei évben 3 pályázati forrásból igyekszünk az önkormányzati hivatalt is megújítani. Ezzel elmondhatjuk, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő épületeknek gazdája van. Vigyázunk rá. Épületkorszerűsítésekből akkor nincs hiány. Nagyon rövid időn maradt, úgyhogy még azért a programokról ejtsünk szót, például a múlt hétvégi bogáti forgatagról. Gondolom nagyon sokan érdeklődtek ezúttal, és már 16. alkalommal rendezték meg, úgyhogy mondhatjuk, hogy nagy múltja van. Mikkel készülnek még a nyáron? Még mielőtt a programokra rátérnénk, egy gondolattal, hogy egészítsen már ki. Ugye mi elmondtuk, hogy ahhoz, hogy a városi rangra pályázni tudjunk, ahhoz mindig arra törekedtünk, hogy az alapinfrastruktúráinkat kiépítsük. Nyírbogát önkormányzatának eddigi legfontosabb feladata az volt, hogy az alapinfrastruktúrákat, amik hiányoztak, azokat megépítsük. Gondolok itt a szennyvízre, a közútaknak a fejlesztésére, a belterületi utak fejlesztésére és a csapadékvízelvezetésre is. Emellett nyilván számunkra a beruházások mellett nagyon fontos a közösség építése. Ezért is figyelünk arra oda, hogy évről évre olyan rendezvényeket kínáljunk a lakosságnak, ahol a mindennapok szürkeségéből kilépve
egy kicsikét a közösséget is tudjuk építeni. Ilyen szintér volt a bogáti forgatag, ami az idei évben a 16. évét ünnepelte. Sajnos a tavalyi év a pandémia miatt elmaradt, és a közösségeinkben a legnagyobb károkat talán a pandémia itt mutatta meg. A bogáti forgatag mellett igyekszünk szüreti felvonulással, szüreti bállal, és természetesen az nemzeti ünnepeinknek a méltó megünneplésére is gondolni. És innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm Mármint szépen. Város polgármesterét fogom köszönöm köszönteni. Szépen. Köszönjük a szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. 20 milliárd forintból létesítenek ipari és technológiai parkot Fényeslitkén. A beruházó fontos szerepet vállal a munkahelyteremtésben, ehhez pedig egy lakóövezetet is kialakítana az itt dolgozók számára. A három ütemben létrejövő várhatóan termékek összeszerelésének és gyártásának otthont adó parkban a tervek szerint nagy hangsúlyt fektetnek majd a zöld energia alkalmazására. Napi szinten is óriási mennyiségű homokot és földet mozgatnak meg ezek a munkagépek a Fényeslitke melletti ipari területen. A tervek szerint még idén elkészül itt a konténerek átrakodását, mozgatását szolgáló terminál, ezt követően jöhet a próbaüzem. Már ez a terület is hatalmas, ez bővítik tovább a jövőben. Az út túloldalán lévő szomszédos részen alakítanak ki ipari és technológiai parkot, amely a terminállal együtt több mint 400 hektárt fog elfoglalni. A területen 2 millió négyzetméter lesz beépíthető. Az összesen 20 milliárd forint értékű beruházásról szóló megállapodást pénteken írta alá a cégvezetője és a település polgármestere. Jelen pillanatban 145 hektár van a tulajdonunkban, és a szabályos terv és a település szerkezeti terv módosítása után még 300 hektárt szeretnénk 100-100 hektáros lépcsőkben ebbe a fejlesztési területbe bevonni. Ennek a területnek a bővítése több szakaszban fog történni, ez mikor indul és várható, mikor ér a végére, milyen fázisai lesznek a folyamatnak? Azt gondolom, hogy a szabályos terv szükséges módosításai 6 hónap alatt keresztül fognak menni. Párhuzamosan a tulajdonszerzést is elindítjuk, és az első 100 hektáros ütem megvalósítása az 2 éven belül megvalósul. Azért lesz ütemezett a megvalósítás, mert az igényeket nyilván folyamatosan követni kell, és a másik pedig, hogy a további ütemeknél már az infrastruktúra építése csak a vezetékek továbbvitelét jelenti, tehát nem kell hosszadalmas engedélyeztetés és egyéb eljárásokat végigvinni. Milyen cégeket várnak ide betelepülni az ipari parkba, kikkel működnének együtt, és vannak-e már komoly érdeklődők? Mi azt mindig hangsúlyozzuk, hogy független szolgáltató leszünk minden értelemben. Tehát akivel üzleti alapon meg lehet állapodni, mi nyitottak vagyunk rá. Hangsúlyozottan azt gondolom, hogy a kínai gazdaságnak szüksége lesz arra, hogy a termékeket európaivá tegye, tehát összeszerelő tevékenységet biztos, hogy kell, hogy a területen megvalósítsanak. De ezen kívül nagyon sok olyan japán, koreai cég szóba jöhet, akiknek egyébként Kínából jön az anyaga alkatrésze, és nyilvánvaló, hogy a logisztikai lánc utolsó pontjának közelébe kell egy ilyen beruházást megvalósítani. Tehát én azt gondolom, hogy ezek távol-keleti cégek döntően. A vasúti logisztikában ott pedig szinte a teljes széles nyomtávú hálózaton keresztül jövő forgalom szóba jöhet bárhonnan. Az összeszereléshez viszont megfelelő számú munkaerő is kell. Hogyan látták, nyilván felmérték a térség adottságait ebből a szempontból, mennyire van biztosítva ez a munkaerő? Jelen pillanatban a terminál 130 fő körüli létszámát én biztosítottnak látom. Jelen pillanatban is mintegy 40 fő jelenkező van annélkül, hogy egyáltalán még hirdetük volna bármilyen munkahelyet, amit egyébként el fogunk kezdeni a munkaügyi hivatallal egyeztetve. Én nem látok ebbe problémát. Nyilvánvaló, hogy a határon túli magyarok is, mint potenciális munkavállalók szóba jöhetnek. Az átjárás könnyítése érdekében megpróbálunk mi is eljárni, tehát én nem látok jelen pillanatban olyan problémát, hogy ha bármilyen ide betelepülő van, akkor munkaerő hiány lenne.
Az ipari és technológiai park kialakítására Kassa környéke volt még a cég másik opciója, a választás végül Fényes Litkére esett. A beruházás azonban nem csak a község, hanem a környező települések, és akár az egész térség gazdaságára pozitív hatással lehet. Nem csak ugye logisztikusok, hanem most már még kvalifikáltabb, nem még egyszer mondom, leértékelve a logisztikusnak, mint szakmát olyat, hanem ettől ugye képzettebb műszerészek, elektronikai szakemberek, tehát magas hozzáadott értéket képes tervező irodák, mérnökcsapatok fognak érkezni, ami azt jelenti, hogy az itt élő ma óvodás, átiskolás gyerekek szülei már gondolkoznak abban, hogy igen, a gyerekeinket úgy formáljuk, olyan irányba próbáljuk teregetni, hogy itt maradjanak, tehát itt találják maga a perspektívát, a jövőt, emellett a kiváló családtámogatási rendszer mellett. Ezek szerint a népesség megtartáshoz is hozzájárult ez a beruházás. Magához az építkezéshez milyen beavatkozásokra van szükség, hiszen azért az, hogy hova építünk bel- és külterületen, nem mindegy, főleg egy ekkora mértékű beruházásnál. Mit kellett itt rendezni ez esetben? 2010-ben készült el a állami támogatással a településünknek a bel- és külterületi szabályozási terve, illetve rendezési terve. Ehhez most ugye már idejét múlt, hiszen a beköltözők száma jelentősen megnőtt Fényesítkén, nem csak ugye régi házakat újítanak fel, hanem új lakásokat alakítanak ki. Ezen kívül ugye a bővítéseknél vannak olyan törekviszonyok nálunk, ahol mondjuk a bővítés nem engedett a beépíthetőség miatt, ebben módosítani kell, illetve a külterületi szabályozásnál is ugye már az M34 a helyére van téve, illetve a terminál a bővítéshez a 300 hektárhoz volt már nekünk tartalékterület a szabályozás terve benne, csak a befektető az EVG nem pont itt szeretné egy kicsit arrébb akarja tolni kelet irányba ezt a területet, tehát összességében nekünk a biodiverzitása a település külterületi részének is nem fog különösebben változni. A térségben lévő vasúti nyomtávváltás miatt évtizedek óta óriási mennyiségű árut rakodnak itt át. Egyértelmű tehát, hogy a fejlesztési irányt a logisztika jelenti, hangsúlyozta a választókerület országgyűlési képviselője. Csak az idő volt kérdés, hogy mikor jön egy olyan beruházó, aki azt mondja, hogy igen, ebből látok potenciált. Hiszen ha megnézzük a 90 előtti mennyiségeket, amiket itt a átrakóba pakoltak, azt kell mondanom, hogy akkor Hamburggal versenyzett. Tehát most számokat, tonnákkal nem akarok dobálózni, de akkor mindenki tudja, hogy a 88-as átrakott áru mennyisége Záhony és térségében annyi volt, mint a hamburgi kikötőnek. Ez óriási szám. Majd jött ugye a rendszerváltás, jött a strukturális változás gazdasági politikában is, értelemszerűen ez lement nullára. Tudtuk, hogy csak idő kérdése is. Azért fontos számunkra most ez a beruházó, itt, aki idejött, mert lát benne potenciált, mint el is mondtam a sajtótájékoztatón, hogy ő nem csak idejön, megvesz egy kézt, hanem fejleszt. Ezért nagyon fontos. És amit elmondtam szintén a sajtótájékoztatón, hogy milyen fontos a térség szempontjából, úgy is, mint életminőség szempontjából, úgy, mint gazdasági oldal, az M34-esnek a szerepe. Hiszen azzal, hogy az elrendelő levéllel a folyamat elkezdődött, jogerős építési engedéllyel rendelkezik a projekt, jogerős környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik a projekt. Tehát azt jelenti, hogy holnap után kapavágás történhet. Ez térségi szempontból óriási. Hiszen nem beszélve arról, hogy talán utolsó országokként a gyors forgalmi út fog elérni Ukrajnát. Értelemszerűen ez jó a lakosságnak, hiszen egy budapesti, német vagy akár egy angliai út is az autópályák használatára sokkal gyorsabb lesz, de efellett még legalább ilyen fontos az, hogy az a beruházó, aki eddig azt mondta, hogy nagyon jó, hogy eljöttél Vlagyivosztokból vagy Kínából ide áru, de hogy jutok el mondjuk Szerbiába, vagy hogy jutok el Horvátországból, ahol már a vasúti szállítás nehézkes, azt tudja mondani, hogy nem probléma, az M34 megépülésével gyakorlatilag 4-5 órával le tudom csökkenteni azt a szállítási útvonalatnak az idejét, ami anélkül nem valósulhatna meg. Mi a beruházó célja, a befektető célja, hogy eljövök Kínából áruval, itt lepakolom, megfejlesztem az árut, összeszerelem, lecsiszolom, meghajlítom, terméket állítok fel elő az alapanyagból, és ezzel európai uniós termékké válik. Tehát ennek a térségnek a legnagyobb erőnye az az, hogy itt 30 km a határtól egy megmunkálással a keleti áruból, a keleti alapanyagból, inkább így fogalmazok, európai uniós terméket tud gyártani. Ez verhetetlen lehetőség, ezt kell kihasználni. Az ipari parkban a tervek szerint nagy hangsúlyt fektetnek majd a fásításra és a zöld energia alkalmazására.
Általában az európai intermodális terminálok azok legalább 50%-ban dízel meghajtású mobil rakódó eszközökkel dolgoznak. Mi csak elektromos rakódó eszközöket használunk, a belső terminál traktorok sem dízel hajtásúak, hanem elektromos hajtásúak lesznek. Eleve az energiát is zöld áramszolgáltatótól vásároljuk, amit egyébként felhasználunk, és saját felhasználásra 2 megawattnyi naperőműparkot szeretnénk telepíteni egy hozzátartozó akkupakkal is együtt, tehát gyakorlatilag megközelítőleg az egész áramfogyasztásunkat tudjuk saját energiából fedezni. Itt elhangzott a további tervek is, például a lakóövezet, ezt is a cég kivitelezni a városon belül, ahol gondolom én az iparipar dolgozói laknának a jövőben. Mindig vannak olyan szakterületek, ahol nagyon nehéz a környékről egy-egy embert találni, a speciális szakterületek. Általában fiatalok akkor jönnek el olyan helyre, ami hát most nevezzük a világ végének, ahol nincsen a közelben nagyon nagy város, ha valamilyen extra feltétel van. Van egy családi ház, zöld környezet van, a gyerekét el tudja helyezni bölcsödébe, el tudja helyezni óvodába, el tudja helyezni középiskolába, és mi azt szeretnénk, hogy ezek a feltételek itt meglegyenek. Tehát szeretnénk építeni kétféle elhelyezési lehetőséget, olyan kvalifikált, ritka szakterületű embereknek családi házakat, egy 5-10 családi házat, és egy olyan tömszerű lakóépületet, ami egy emeletes ház, ahol pedig fiatalabb kollégákat tudnánk elhelyezni megfelelően normális körülmények között. A beruházó további tervei között szerepel a térségben elérhető különféle szolgáltatások színvonalának javítása is. Európában hazánk az első ország, ahol lehetővé vált a koronavírus elleni harmadik oltás felvétele. Kevesebb mint egy hét leforgása alatt közel 60 ezeren már regisztráltak rá, és mintegy 40 ezeren meg is kapták a vakcinát. Az még a szakembereket is megosztja, kiknek és mikor javasolt ennek beadatása. Ezeket az anomáliákat próbáljuk most tisztába tenni dr. Újhely János gyermekgyógyász főorvossal. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdiumba. Kezdjünk egy egyszerűnek tűnő kérdéssel, ami azért annyira mégsem egyszerű, hogy kell-e a harmadik oltás, és hogyha kell, akkor kiknek javasolja? Feltétlenül kell, de kell még előtte egy-két mondat, mert hogy nem csak harmadik oltás a legfontosabb lépés a napjainkban vagy a közeljövőben, hanem mindazoknak az állampolgároknak, gyerekeknek, felnőtteknek, akik eddig nem vették fel az oltást, legyenek ezek bármilyen korúak, és elvileg akinek lehet adni, sajnos csak 12 év felett lehet, annak feltétlenül föl kell venni. Nagyon nagy a gond, a világon beindult ez a delta variáns, ami biztos, hogy ide is be fog gyűrűzni, és attól tartok, hogy nem kell 2-3 hétnél többet várni, hogy nagyon nagy gondok legyenek. Tehát kell a harmadik oltás, de ott is kell egyfajta prioritás, hogy a rendelkezésre álló vakcina mennyiségből kik legyenek azok, akiknek minden módszert be kell vetni arra, hogy be legyenek oltva. Ezek a nagyon idős emberek és krónikus betegek, akik eddig nem kapták meg az oltást. Azok, akik olyan oltást kaptak, amivel nyilvánvaló, hogy 60 év felett, és tudjuk, hogy milyen oltásról van itt szó, a védelem nem megfelelő, és hát olyan betegségben, autoimmun betegségben szenvednek, vagy más olyan kezeléseket kapnak, ami az immunrendszerüket legyengítik. Emellett az alapoltás is még egyszer nagyon fontos, és én, mint gyermekorvos, különösen szívügyemen viselem azt, hogy a 12 éven felüli gyerekek kapják meg, mert a vírus nem fog válogatni, nem válogat, azokat az embereket keresi meg, akiknek semmilyen védelme nincs, és ezért tevődik át egyre inkább a fiatalabb korosztályban a betegek száma. A gyermekekre külön ki is térünk majd a beszélgetés végén, akkor mondhatni, hogy a veszélyeztetettek köre lényegében ugyanaz, amit mondtak már a első hullám idején is, tehát amikor elindult amikor elindultak az oltások, hogy akiknek elsőként be kell adni az oltást, ugyanazoknál a legfontosabb most is. Én Szlávik Jánossal olvastam egy interjút a hétvégén, ő például azt mondta, hogy
az egészségeseknek nem is szükséges a harmadik oltás beadatása, vagy inkább ő is arra gondolt, hogy ne velük kezdjük, és később azért ők is sorra kerüljenek? Meggyőződésem, hogy az utóbbiról van szó, azért nem olyan egyszerű még 4-5 millió embert beoltani, ugye? Tehát nyilván akkor az ütemezés a súlyosságnak vagy a fontosságnak megfelelően alakuljon. Meggyőződésem, hogy erre gondolt, mert én nem ismerek olyan védőoltást, ami egy életre szól. Most a legjobb védőoltásokról is arról van szó, hogy 6-8 hónapig tart ezek a messenger ellenes alapú védőoltások, az eddigi vizsgálatok alapján 6-8 hónapig tart, ugyan van sejtes immunitás is, de mivel nincs meg az a kifutása a védőoltásnak, hogy évekre visszamenőleg tudjuk a hatásosságát, ezért most ezt lehet mondani. Tehát a főorvos úr biztos, hogy arra értette, hogy ugyan mindenkinek szerencsés, előbb-utóbb, meg szerintem kell is, de most van az a helyzet, ahol azokra kell koncentrálni, akiknek nincs védelme, vagy azért, mert olyat kapott, ami nem véd teljesen, vagy az alapbetegsége folytán, vagy a védőoltóanyag minősége folytán, meg akik nem voltak beoltva. És ezért bizony erre most nagyon oda kell figyelni, mert most van egy kegyelmi állapot, most mindenki úgy látja, hogy minden nagyszerű, csak a híreket halljuk, na de itt nem tudjuk lezárni az országot, hogy ide ne gyűrűzzön be ez a járvány, és minden nap számít. Tehát ezért a fontossági ütemezés az nagyon fontos. És hát ugye nem is kaphatja mindenki, aki már esetleg átesett az első két oltáson és szeretné, hiszen vannak feltételei annak, hogy mikor adják be a harmadik oltást. Azt gondolom, hogy azért, hogy ez is változhat még az idő során. Mi az, amit most a szakemberek javasolnak, hány év felett, és mennyi idő elteltével adható a harmadik oltás? Igen, a Kásler Miklós Emberi Erőforrások Miniszter kiadott egy ajánlást, július 27-én jött meg, de július 26-a dátummal. Ez elég rövid, kis kurta ajánlás, és egy picit a szakma meg is ijedt tőle, hogy most ez alapján majd az alapellátó orvos, vagy az oltóorvosok, ahol nagyon sokfajta foglalkozás, hivatás, az egyik traumatológus, a másik meg belgyógyász, a harmadik meg szülész, ezek az emberek adják a kórházba, az alapellátó orvos meg az alapellátáson adná be. Tehát más a felkészültség, más a hozzáállás. És ez a szűkön megfogalmazott ajánlás nem merítette ki azt az információs igényt, hogy az orvos meggyőzően tudjon dönteni arról, hogy most éppen kinek mi adható. Ugye itt arról is van szó, hogy az oltóanyag gyártók, azoknak nem volt olyan vizsgálata, hogy az ő oltása után melyik oltást javasolja. Ezért most a szakma is gondolkodik, és az orvosi kamara tette egy nagyon kiváló anyagot le az asztalra, az egy 12 oldalas anyag, ez is megjelent az orvosi kamara honlapján, és én arra biztatnám a kollégákat meg, akik az oltással foglalkoznak, hogy olvassák át, és a két anyag egymás nagyon jól ki fogja egészíteni, és egy kicsit nagyobb bizalommal tud majd választani most már az oltóorvos. Tehát valójában ez a kamarai anyag azért szerencsésebb, mert a prioritásokba segít. Tehát melyik az a korosztály, melyik az az állapot, melyik az a vakcina, ami után elsőként, másodikként, harmadikként sorba kaphatná. Nyilván ez csak azoknak lehet, akik regisztráltak, és erre megteheti az egyén a regisztrációt, és a program olyan, a regisztrációs program nem is engedi regisztrálni azt az illetőt, ahol a 4-6 hónap nem telt el, nem kapta meg a második oltást, vagy a Janssen oltásnál az elsőt, mert úgy az egy oltást jelent. Egy oltás van. Tehát akkor tájékozódjunk a házi orvosainknál, ahogy lehet náluk regisztrálni is, de ugye elsősorban az online regisztrációt javasolják. Beszéljünk akkor a gyerekekről. Jelenleg 12 év Magyarországon az oltatóság korhatára. Hogyan látja, doktor úr, ez milyen időn belül és meddig mehet le ez a korhatár? Vagy mi lenne a legjobb, hiszen azért más országokban látunk sokféle példát. Igen, gondoljunk most arra, hogy létezik influenza oltás is, ugye már évek óta, és az influenza oltást levitték egy évre, vagy egy év alattira. Én tudomásom szerint az Amerikai Egyesült Államokban már a 6 éveseknek, a 6 év feletti oltásoknak a tesztelése is megtörtént, és biztonságos
biztonságos, sőt maga a messenger ellenes alapú oltóanyagoknak a minősége olyan, hogy szinte biztos, hogy veszély nélkül lentébb lehet vinni majd, csak ugye el kell végezni azokat a vizsgálatokat. Én szívem szerint azt szeretném, ha egy év felett már, vagy akár csecsemőket, mint hogy terhes mamákat is lehet 14 hetes terhesség után oltani, hogy minél jobban levigyük, mert a vírus nem differenciál, csak egy élő szervezetet keres, és ha gondoljuk, hogy mutálódik állandóan a vírus, ahogy átpasszálódik egyik emberből a másikig, ha talál fogékony egyedet, akkor mindig meg tud változni, és ezek a változatok pedig egyre agresszívebbek lehet. Ha már nem talál fogékony embert a vírus, akkor nem tud változni se, és nem tud agresszívebb mutálódni sem, és ezért kell, hogy minél nagyobb legyen az átoltottság, és meggyőződésem, hogy ez az oltási program hosszú évekig kell, és majd a szakma szépen ki fogja dolgozni, hogy milyen gyakorisággal, milyen korosztályba, mire kell odafigyelni. Na most ezt végzi most el a szakma, de eddig erre nem volt idő, most egy ilyen kicsit kényszerből lép előre az oltóorvos, de szükség van rá mind a harmadikra, mind pedig az eddig nem beoltottakra is. Ez tehát még a jövő kérdése, és akkor a jövőben beszélgetünk is még erről nagyon sokat. Mai szakértői segítségét köszönjük szépen dr. Újhelyi Jánosnak. Köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük 35 perc című műsorunkkal, legközelebb szerdán, ugyanebben az időben várjuk Önöket. Csenger aktuális fejlesztései, beruházásai mellett a legutóbbi PET kupa eredményeiről, tapasztalatairól is beszámolunk majd. Itt lesz ezen kívül Ausztria tiszteletbeli konzulja, annak apropóján, hogy a nyíregyházi szakembert nemrég tüntették ki egy elismeréssel. Legyenek velünk aznap is, már a további kellemes estét, jó pihenést kívánunk, a viszontlátásra!